ha nincs több esetleg ilyen konkrét növénykérés, akkor én hozok egy két láda rózsát, két láda levendulát, ilyen szaporító ládányit, és hozunk még egy öt láda vegyes évelőt, és akkor azokat itt szépen elosztogatjuk. Jó, olyat, jó. Ami napos helyen ír. Egyféle növényeket, azt lehetőleg egy tömbbe ültessük, mert úgy mutatnak szépen. Ugye ezeket a növényeket, ezt az évelőágyást, ugye föntről látjuk, meg innen az utcáról, a járdáról. Tehát semmiképpen ne ilyen össze-vissza, mert nagyon-nagyon bazári hangulat lesz, hanem inkább ilyen tömbökbe ültessük ki őket. Egyelőre, tehát első körben szedjük őket az acskóból, és helyezzük el őket, rakjuk ki őket az ágyásba, és utána itt összegyűlünk, megbeszéljük, hogy hogy kell ültetni, és akkor utána elkezdünk ültetni, jó? Nagyon szeretjük Zuglót, mert 955-ben jöttünk ide, amikor itt ez a tér már készen volt, az épületek megvoltak, viszont nem volt egyetlen egy növény, nem úgy fa, csak sima terület volt, és aztán csináltam mindig egy-egy képet, hogy nőttek a növények meg a fák. Darab tápanyagot bedobunk az ültetőgödör aljába, megfogjuk a növényeket, így nyugodtan, határozottan meg lehet fogni, itt oldalt meg kell kicsit nyomkodni, szépen ki lehet venni a begyökeresedett anyagot, arra kell odafigyelni, hogy ahova beültetjük a növényt, a talajszintet úgy igazítsuk, hogy pontosan megegyezzel azzal, ahogy a növény az eddig élt. Köszönjük szépen az önkormányzatnak ezt a segítséget, illetve ezt az akciót, amit elindítottak. Én azt gondolom, hogy mint ahogy önök is látják, hogy itt a környéken nagyon sok ember szereti a szép parkot, a szép virágokat. Egyre jobban élünk így, vagy jobb érzés itt lakni, hogyha a házak körül virágos ágyak vannak. És az idős embereknek is nagyon jó elfoglaltság ez, mert leköti őket, szívesen csinálják. Mi gondozni fogjuk ezeket a virágokat, mint ahogy eddig is megtettük, saját erőnkből vettük a növényeket, gondoztuk, slagot vettünk, szerszámokat vettünk, hogy szép legyen a környezetünk. Én egy éve élek Budapesten, nagyon örülök, hogy szép lesz a környezet, mivel tehát így sokkal jobban érzi az ember magát, hogyha egy szép helyre ülhet ki, és a világok azért mindig boldogságot és örömet hoznak az emberek szívébe. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy megadt ezt a lehetőséget, hogy szépítsük a környezetünket. A további munkájukhoz is sok sikert, és minél több embernek szerezzenek örömet, hogy elviszik ezeket a gyönyörű virágokat. Hány éves vagy? Négy. És látom, hogy kertészkedsz, máskor is szoktál kertészkedni? És mit szoktál csinálni? Mamának segítesz? Válaszol. Mit csináltál például eddig? Játszottam. Na jó, de hát az nem kertészkedés. Ültettél már valamilyen virágot? Na és miért? Rózsát. Rózsát ültettél? És a tüskéje nem szúrt meg? Eddig is ilyen példaértékűen ezt rendbe tartották. Ezt szeretném, hogyha a jövőben is így rendbe tartanák, és nagy öröm nekünk bármerre elnézni, ahol ilyen jó lakóközösség van, és így ápolják és rendben tartják ezeket az utcafronti ágyásokat. És én azt remélem, hogy egy nagyon picit most tudtunk önöknek segíteni. Azzal illetve hát magunkon segítettük, hogy együtt szebbé tesszük Zugló utcafrontjait. Köszönöm szépen még egyszer, és kezdi csokolom viszontlátásra. A szerszámokat a Fiskás biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.